23 éves voltam, és legalább 10 év börtön várt rám. Ki kellett jutnom onnan. Jodie Thompson megszökött a börtönből. Ez lehetetlen. Egyszerűen lehetetlen. És hamarosan megint azt csinálta, amihez a legjobban ért. Rablás, betörés, emberrablás. Ő Amerika egyik legkeresettebb bűnözője. Ez a sorozat valódi börtönszökések történeteit meséli el a résztvevők elbeszélése alapján. Egy pillanat alatt elfüstölt. Megszökött. Zseniális gonosztevő volt. Dramaturgiai okokból néhány jelenetet és kifejezést megváltoztattunk. A rendőrök nagyon szeretnék megtalálni a fickót. Ha annyira akarnak, akkor halálbiztos, hogy el kell kapniuk. Mindjárt berúgják az ajtót, és én nem akarom, hogy megöljenek. Szökevények. Menekülés Las Vegasba. Észak-Nevadai büntetés végrehajtó és javító nevelő intézet. A nevem Jodie Thompson. 2004-ben vádalkut kötöttem, és bűnösnek vallottam magam sorozatos fegyveres rablásban. 23 éves voltam, és legalább 10 évnek kell eltelnie, mielőtt egyáltalán megfontolják a szabadon bocsátásomat. Jodie Thompson, bűncselekmény, rablás, ítélet 10-től 50 év. Az első büntetésemet 17 éves koromban, fiatalkorúak börtönében kaptam, és az azóta eltelt 6 évben egyfolytában bajba kerültem. Rossz társaságba keveredtem. Büntetteim a betöréstől a boltilopáson át a fegyveres rablásig terjedtek. A vegasi bárok játékgépeinek kifosztása volt a specialitásom. Jól jövedelmező üzletezés, egyszerre akár 10 vagy 100 ezer dollárt is lenyúlhattam. Thompson ezeket a rablásokat egyedülálló stílusban hajtotta végre. A rabló úriembernek is szokták nevezni. Nagyon nyugodtan viselkedett. Mindig elnézést kért az emberektől, akiket kirabolt. Nyugodjon meg, tessék megnyugodni! Tegye azt le! Fel a kezekkel! Kezeket az asztalra, érthető? Soha senkit sem sebesítettem meg a rablásokban. Még csak nem is kiabáltam. Nem láttam értelmét az erőszaknak. Ha a fegyverem van, az emberek úgyis együttműködnek velem. Fölösleges ezt még fokozni is. Nem bántok senkit, a pisztolyt is elteszem. A bár tulajdonosok szerint egy feszítő elképesztő nyitni a gépeket, gyorsabban, mint a kulcsokkal dolgozó szerelők. Talán nehéz elhinni, de az egész pénzt szórakozásra költöttem. Csak ittam, buliztam és drogoztam. És raboltam. Beragadtam ebbe a világba, nagyon felgyorsult tempóban éltem. Azt láttam, hogy ha pénzem van, akkor elfogadnak és figyelnek rá. Ezek az emberek a gyengeségen élősködnek. Én nem mutattam magam gyengének, de ez kiszívja az emberből az életet. 2005-ben egy napon aztán eltört bennem valami. Másnak talán bagatelnek tűnhet az eset, de nekem ez volt az utolsó csepp a pohárban. Sorban álltam, hogy telefonáljak. A férfi, aki mögött vártam, épp letette a telefont, aztán újra tárcsázni kezdett. Pedig tudja, hogy ha megint telefonálni akar, akkor újra be kell állnia a sorba. Rábámultam. A fickónak tiszteletet kell tanulnia. Aztán úgy döntöttem, hogy nem éri meg. Átálltam egy másik sorba. Kinyitottam a szemem. Még mindig engem bámult. Épp így gondoltam. Emlékszem, arra gondoltam, és ez vár rám évekig. Nem bírom ki. Ki kellett jutnom. Meg kellett szöknöm. Ezt kellett tennem. Meg kellett szöknöm.
2005 előtt hosszú évekig egyetlen szökés sem történt az Észak-Nevadai Büntetés Végrehajtó és Javító Nevelőintézetben. A fogvatartottnak két kerítés soron kell átjutnia. Vannak őrtornyok és más őrzőmódszerek, kerítés körüli őrjáratok, és persze ott vannak a magasan képzett börtönőrök. Már volt egy pár ötletem. Tudtam, hogy több is lesz, ha fejben végig gondolom a börtönbiztonsági rendszerét. Türelmesnek kellett lennem, várnom kellett a biztonságos és megfelelő alkalomra, de közben fel kellett készülnem arra, hogy nagy kockázatot vállalok. Elkezdtem futni, hát ha menekülnem kell majd. Hetente legalább 4-szer futottam. Eljutottam addig, hogy akár több órán át is tudtam futni. Megfigyeltem a börtönműhelyeket. Volt egy fémműhely és egy bútorüzem. Ha ott dolgoznék, szerezhetnék egy drótvágót, és akkor átjuthatok a kerítésen, vagy elrejtőzhetek az egyik szállítókamionban. Ez tűnt a legjobb lehetőségnek. Beszéltem néhány emberrel, akikről tudtam, hogy ott dolgoznak, de nem nagyon tetszett, amit mondtak. Nehéz ott munkát kapni, ismerni kell valakit. Tudtam, hogy először egy bizottság elé kell állnom, ahol megnézik az előéletemet, és eldöntik, hogy megbízható vagyok-e. 17 évesen megszöktem a felügyelőmtől. Egy teljes kocsiban rejtőztem el. Emiatt aggódtam, és biztos voltam abban, hogy elutasítanak. A bizottság tagjai előtt Thompson nagyon tagoltan, választékosan beszélt, figyelmes és buzgó volt. Mindenben pontos leszek. A lehető legjobban fogok dolgozni. Mindent bevetettem, hogy meggyőzzem őket. Elmondtam, hogy milyen kétségbe esetten szeretnék javítani a jellememen, és szeretném, ha gyorsabban telne le a büntetésem. Úgy vélem, hogy már volt a fejében egy terv, és mindent megtett azért, hogy elérje a célját. Elég büntetés az, hogy tényleg rászolgáltam. És megkaptam az állást. Portás lettem a fémműhelyben. A főnök azt mondta, hogy gyorsan előléptetnek, de én azt nem akartam megvárni. Szállítóautók jöttek a börtönben készült bútorokért, és én úgy rendeztem, hogy mindig ott legyek a pakolásnál. A sofőr szokjon hozzá a jelenlétemhez. Rájöttem, hogy ha eltűnik és senki sem figyel, akkor el tudnék rejtőzni a kocsi hátuljában. Nagy volt a kockázat, de ez tűnt a legjobb lehetőségnek a menekülésre. Észrevettem egy lezárt szerszámos ládát. Ha fel tudnám törni, akkor lennének ott bent szerszámaim, csavarhúzó, fogó, drótvágó, melyekkel ki tudnék jutni a kamionból. Óvatosnak kellett lennem, nehogy meglássák, hogy ezeket a dolgokat vizslatom. Egyetlen gyanú és vége. Magánzárkába csuknak. Amikor a sofőr becsukta az ajtót, az agyamban lerajzoltam a kocsit. A hátsó teherszállító résznek két ajtaja volt, egy oldalsó ajtótábla, amely a vezetőfülke felé volt, és egy hátsó tolóajtó, amit egy külső fogantyú zárt. Arra gondoltam, hogy ha lyukat vágnék az ajtóba a kilincs mellett, akkor ki tudnék jutni a kocsiból. Kidugom a kezem, megfordítom a kilincset, és felemelem a hátsó ajtót. Titokban kellett tartanom a tervemet. A börtön tele van besúgókkal. Leginkább egy mobiltelefonra volt szükségem. Azzal elrendezhetem, hogy valaki eljöjjön értem, miután megszöktem, és hogy legyen hol laknom. Terjeszteni kezdtem a kantinban, hogy jó pénzt fizetnék egy mobilért, és vártam, hogy történjen valami. Végül a telefon egy jóval meglepőbb forrásból került hozzám. Flörtölni kezdtem egy női alkalmazottal, és eléggé közel kerültünk egymáshoz. Végül becsempészett nekem egy telefont. Erről nem mondhatok többet. Megvannak a magam törvényei, amik szerint élek, és ő már eddig is eleget szenvedett. Heteken át figyeltem, hogyan kutatják át a kamionokat, amikor kimennek a börtönből.
Észrevettem, hogy mindig kinyitják a hátsó ajtót, de az oldalsó ajtót csak igen ritkán. Rájöttem, hogy a legjobb búvóhely az oldalajtó mellett lenne, a teherrészleg előső részében. 2005. augusztus 25. Reggel 8-kor megérkezett a szállítóautó. Megkezdtük a bútor felrakodását. Úgy rendeztem, hogy én szállhassak fel elsőként, és nekem kelljen egymásra rakni a bútorokat. Feltettük az első íróasztalt. A számla szerint a bútor Lovelockba kerül, 90 percre innét. Így elég sok időm lenne az első kirakodás előtt arra, hogy kitörjek a kocsiból. Betoltam az íróasztalt, de nem toltam teljesen előre. Elég helyet hagytam, hogy elférjek alatta. Eljött a nagy nap. Éreztem. És hittem benne. Van már helyem, ahová bepréselhetem magam. Amikor felpakoltunk, a sofőr szólt, hogy beszélnie kell valakivel. Úgy döntöttünk, hogy együtt megyünk be. Bemegyek a műhelybe, viszlát! Rendben, Jody, csak fel a fejjel, viszlát! Elindultam a fémműhely felé, a többiek pedig az irodába igyekeztek. Az érzékeim rendkívül élessé váltak, főként a hallásom. Megpróbáljam, vagy mégsem. Most akartam belevágni, mert most senki sem volt a közelben, ugyanakkor elég, ha csak a sofőr meglát, vagy meghall, és nekem végem. Lépteket hallottam. A sofőr volt az. Eljött a pillanat. Az ajtó felé siettem, és kilestem mögüle. Általában nyitott ajtóval megy el a kapuig. Azt akartam, hogy hagyja nyitva. Felemeli a lift kaput, és igen, nem fogja becsukni. Ez az. Láttam embereket, akik nekem háttal sétáltak, és volt egy fogoly, aki felém nézett. Ott volt a torony benne az őrrel, és ő könnyen megláthat. Hallottam, amint a sofőr kinyitja és becsukja az ajtaját. Beindult a motor. A felém sétáló fogoly éppen beszélgetett valakivel. Tudtam, hogy eljött a perc. Most vagy soha. Ennél jobb alkalom úgy sem lesz. Tehát belevágtam. A félelem, az öröm és a hitetlenség egyfajta keverékét éreztem. Nem akarom elhinni, hogy megtörténik. Ha az őr szokásához híven most is csak a hátsó ajtót nézi meg, akkor rendben leszek. Ha kinyitja az oldalsót, akkor végem. Éppen a motorház tetőt nyitotta fel. Rendben van. Hallottam, hogy lecsukja a motorház tetőt. Lépteket hallottam a teherautó körül. Vajon kinyitja az oldalajtót? Kinyitná nekem az ajtót? Sosem szokta kinyitni az oldalsó ajtót.
Valaki zörögni kezdett az ajtón. Aztán kinyílt. Láttam a tiszt arcát. 2 méterre volt tőlem. Szinte vártam, hogy azt mondja, másszon ki, Mr. Thompson. Egy részem azt ordította némán, ha én látom őt, ő is lát engem. Az egyetlen reményem az volt, hogy bent sötét volt, és hogy az asztalra dobott takaró is leárnyékolt. Hallottam, hogy megkérdezi a sofőrt. Figyelte a felrakodást? Persze. Visszatartottam a lélegzetemet. Végül így szólt. Úgy tűnik, minden rendben. Aztán becsapta az ajtót. Hallottam, amint kinyílnak a távműködtetésű kapuk. A sofőr kihajtott. Istenem, kint vagyok. Éreztem, amint a kocsi megfordul. A börtön előtt lehetünk. Most már biztosan kint vagyunk az úton. A kamion felgyorsul. Igen, az úton vagyunk. Ez az. De még ki kellett jutnom a kamionból. Azon gondolkodtam, hogy most próbáljam kinyitni, vagy várjak még. 10 percig vártam, aztán előjöttem rejtek helyemről. A páncéldobozban ott vártak rám a szükséges eszközök. Nekiálltam, hogy feltörjem. Kívülről magam elé képzeltem az ajtót, és kijelöltem egy helyet, ahol lyukat vághatok. 2 félelmem volt. Hogy meghall a sofőr, vagy hogy egy motoros észre talál venni. Amikor már elég nagy volt a rés, körülnéztem. Nem volt járműve közelben. Gyorsan ki kell nyitnom az ajtót, amíg még nyugalom van. A rés túl kicsi volt, de gyorsan végeznem kellett. Még jobban bedugtam a karomat. Ott kell lennie a kilincsnek. Az új begyemmel ki is tapintottam. Abban a pillanatban szabad voltam. Nem voltam börtönben, és nem voltam bezárva egy dobozba. Szabad voltam. A kamion lelassított, aztán félrehúzódott. Egy benzinkútnál voltunk. Kilestem, és láttam, hogy bemegy a sofőr. Elhatároztam, hogy cselekszem. Le kellett mennem a forgalmas útról, hogy elrejtőzzek a sivatagban, és felhívjam egy barátomat, hogy jöjjön értem. Láttam egy földutat, de hogy elérjem, el kellett mennem a bolt előtt. Nálam volt a mobilom. Elbújtam a sivatagban, és felhívtam egy barátomat, hogy jöjjön értem. Pontosan tudtam, hogy hová tartok.
Felhívott a másik felügyelő, és azt mondta, hé, Pam! Úgy tűnik, valaki megszökött. Én pedig, ez lehetetlen. Ez nem lehetséges. Jody Thompson megszökött a börtönből. Merész szökés a börtönből, és komoly fejfájás a zsaruknak. Amikor a kamionsofőr megérkezett Lavloki végállomására, felfedeztek egy részt a hátsó ajtón, amely az Észak-Nevadai Büntetés Végrehajtó és Javító Nevelő Intézetből való elindulásakor még nem volt ott. Félreértés ne essék, a férfi veszélyes, a rendőrök nagyon szeretnék elkapni a fickót. Nagyon dühös voltam, mivel valakinek akár baja is eshet a fickó üldözése közben. Kapcsolatba léptem az USA rendőrbírói hivatalával. A cellájában talált információ alapján úgy véltem, hogy Mexikóba akar menni, hogy át akarja lépni az államhatárt. Én tudtam, hogy ez nem igaz, mert számára Las Vegas volt az egyetlen választás. Nincs más hely a világon, ahol a bárok a hét minden napján 24 órán át nyitva tartanak, így ő bármikor bárhová betörhet. Itt vannak a barátai, mindenki, aki segítheti. És akik ilyen életmódot folytatnak, drogot árulnak, bárokat rabolnak, prostikat futtatnak, biztos, hogy nem menne máshová, csak ide. Kissé szürreális volt viszont látni Vegast. A Thompson-féle nyomozás idején az Egyesült Államok Las Vegasba kinevezett helyettes rendőrbírója voltam. Már jó pár éve folytattam ilyen jellegű nyomozásokat. Az első néhány napon csak a kapcsolatai után nyomoztunk. Ha valaki megszökik, általában nincs pénze, és nincs hol laknia. Olyan emberhez kell elmennie, akit ismer, és akiben megbízik. Olyanhoz, aki elrejti, aki pénzt ad neki, aki ellátja kábítószerrel és fegyverrel, amire csak szüksége van, hiszen Thompson barátai és kapcsolatai mind bűnözők, drogdílerek, stricik, fegyveres rablók. És tudtuk, hogy végül kifogy majd ezekből a búvóhelyekből, és akkor elkapjuk. Az volt a tervem, hogy kirabolok egy bárt, így elég pénzem lesz ahhoz, hogy kocsit vegyek és átmenjek Mexikóba. 2005. szeptember 2-a, 8 nappal a szökés után. A férfi sisakot, hátizsákot és kesztyűt viselt, amikor bejött. Ebben semmi szokatlan nem volt, mivel sok motoros jön be a bárunkba. Bejön és azt mondja, hogy csak reggelizni akar. Elfordultam az étlapért, és amikor visszafordultam, ott volt előttem egy fegyver. Jól van, nyugodjon meg és tegye fel a kezét. Olyan félelmetes volt a tekintete. Olyasmi, amit sohasem fogok elfelejteni. Mindig magam előtt látom, nem tudom elfelejteni. És így szólt. Ne dühítsen fel, nem fogom bántani, és később sem jövök vissza, hogy bántsam. Fel kellett tartanom a kezemet, aztán kitessékelt a pult mögül, és leültetett az asztalhoz. Nyugalom. Van még itt valaki? Eddig a pontig egészen jól bírtam. De aztán rájöttem, hogy Connie ott van hátul, és nemrég volt egy szívrohama. Olyan ő számomra, mint egy második anya. Akarja, hogy elrakjam a fegyvert? Igen. És akkor sírni kezdtem, mert nem akartam, hogy a szemem láttára történjen vele valami. Jól van, mindjárt elteszem a fegyvert, minden rendben lesz. Connie kijött a mosdóból. A férfi megfordult, ránk nézett, és azt mondta, hogy nem szívesen csinálja ezt, de meg kell tennie. Pontosan tudta, mit csinál. Minden gépünket feltörte, és kivette belőlük a pénzt. Elképesztő volt. Egyszerűen elképesztő. Befutott egy hívás azzal, hogy Thompson kirabolta a kék gyémántot. Megnéztük a filmfelvételt, és tényleg Jody Thompson volt a tettes. Az ember szinte pánikba esik, amikor fegyveres rablást lát, amikor látja, hogy valaki fegyvert fog valaki másra, és tudja, hogy mi történhet. Az embert ilyenkor elfogja a rémület. Aznap később. Akkorra már olyan információk birtokába jutottunk, melyek egy északnyugat Las Vegas-i házhoz vezettek el bennünket, a Velvet Rose utcába. Úgy tudtuk, hogy Thompson ott lakik egy Jillian nevű nővel. Mi ez itt, baby? Az volt a tervem, hogy Jillian elvisz néhány parkolóhoz, hogy lophassak egy rendszámtáblát, aztán egy autót. Kevéssel több mint $10,000 volt elég az úthoz. Készen álltam az indulásra. Tervünk a következő volt. Őrizet alatt tartjuk a házat, egészen addig, amíg meg nem kapjuk a házkutatási engedélyt. Aztán a kommandósok odaérkezéséig lezárjuk, akik bemennek Thompsonért.
Reméltük, hogy ő bent van a lakásban, de erre nem volt tényleges bizonyítékunk. Hello? Halló? Aztán konkrétan meggyőződtünk, hogy Thompson a házban van. Igen, bent van. Aztán süket lett a telefon, rossz érzés fogadt el. Az ösztönöm azt súgta, hogy a rendőrség az. Aztán kinyílt a garázsajtó, és kijött egy terepjáró egy nővel a volánnál. Egyedül volt, és mi feltételeztük, hogy az a nő Jillian. Azon a ponton arra gondoltam, hogy jó irányban halad a nyomozás, mert azt hittem, hogy Thompson egyedül van a házban, és nem kell félnünk egy túszakciótól. A kommandósok egyszerűen behatolnak a házba, és nem kell izgulniuk, hogy esetleg megsebesítenek egy szemlélődőt. Követtem a kocsimmal, és felhívtam a Las Vegas-i rendőrséget, hogy küldjenek megkülönböztetett jelzésű egységeket. Amikor elhúztam az autó mellett, Thompson bukkant fel az ülések között, kilökte Jillian-t az utcára, átült a volán mögé és elhúzott. Megelőztem a rendőrautót, és csak annyit tudtam, hogy mennem kell. Ezt túl kell élnem. Aztán egy kereszteződéshez értünk, és pirosra váltott a lámpa. Egy elég nagy kamion jött át a kereszteződésen, látta, hogy közeledik. Előrehajoltam, mert tudtam, hogy mi következik. A becsapódás pillanata, mintha lassított felvétel lett volna. Mindenképpen az eszméletemnél kellett maradnom. Fogtam a hátizsákomat a szerszámokkal és a pénzzel, és elfutottam. Amikor odaértem, Thompson épp akkor szállt ki a járműből. Előhúztam a fegyveremet, és megállt parancsoltam neki. Ha valakire fegyvert fogunk, az nagyon félelmetes érzés. Néha kancsalítanak a szemükkel, annyira nézik a puskacsövét. Néha megrándul a testük, vagy valami más történik, de minden a félelemmel hozható összefüggésbe. De amikor Thompson rám nézett, rajta semmi efféle nem látszott. Az ő szeme meg sem rebbent. Döntenem kellett, hogy lelőjem vagy sem. Ha Thompson fegyvert fog rám, valószínűleg rálövök. Arra gondoltam, hogy már bekerítettük, tehát most mindenképpen elkapjuk. Szakmai pályafutásom során számos ilyen bekerítésben részt vettem, és soha senki nem szökött meg előlem ilyen helyzetben. 100%-ig biztos voltam abban, hogy Thompson már a miénk. Szirénák hangja jött minden irányból, és nekem rejtek helyet kellett találnom. A túlélési ösztönöm primitív reakció volt, mintha nem is önmagam lettem volna. Nem volt bennem kontroll, csak futni akartam. Nem akartam feladni, mert eltökéltem, hogy nem megyek vissza a börtönbe. Nem gondoltam a következményekre, csak a szabadságra koncentráltam. Ha akarnak engem, akkor halálbiztos, hogy úgy kell elkapniuk. A hangokból ítélve már biztos, hogy körülvették a háztömböt. Ne mozduljon! Hol van a kocsi kulcs? Tegye le a telefont!
Tegye le! Letenni a telefont! Tegye le! Tudtam, hogy a 911-et hívta. És azt is, hogy ez baj. Csak időkérdése is, a diszpécsernek leesik a tantusz. Hol van a kocsi kulcs? Ott van maga mögött. És a kocsi? A garázsban. Az ajtó lent van a hallban. Fogja az autót és menjen. Tudtam, hogy a 911-et hívta. Most mit csináljak? Halló? Halló, ez a 911. Mi folyik ott? Csak egy kis veszekedés volt. Nem! Mondja meg a feleségének, hogy hallgasson! Azon a ponton elkapott a hív. Egy pillanatra megtörtem. De aztán gyerünk, tűnjünk el innen. Vigyen a garázsba! Rendben. Beszálltam a kocsiukba. Mondtam nekik, hogy csukják be utánam az ajtót. A zsaruk addigra már lezárták. Nyugtatgattam magam, hogy még nem tudják, hogy van kocsim. Azt hiszik, gyalog vagyok. A legnagyobb félelmem az volt, hogy felismernek és tüzet nyitnak rám. A tiszt egyenesen rám nézett. És átengedett. Köszönöm. Azt hitték, hogy egy hátsó udvarban rejtőzködöm, vagy valami hasonló. Mire a pár felhívta a 911-et, én már rég eltűntem. Mecsó. Átjöttek a városi rendőrök, és elmondták, hogy mit tett Thompson, és hogy felszívódott. Fizikai rosszul létet éreztem. Az ember szó szerint rosszul érzi magát, amikor ilyesmi történik, és nem tehet mást, mint hogy magát hibáztatja, hogy nem megfelelően cselekedett. Nehezen emészti meg, és személyes sérelemnek tekinti. Elhagyhattam volna a várost. Mégis mi tartott itt Vegasban? Találkoztam Patricia-val. Ő vele korábban nem volt kapcsolatom, nem kötődött a régi életemhez, mégis jól összeillettünk. Amikor megismerkedtünk, azt mondta, hogy Jamesnek hívják. Elmondta, hogy az emberek így hívják, de az igazi neve Chase Erickson. Olyan szexi volt. Nagyon vonzónak találtam. Azonnal egymásra találtunk. Aztán teljesen eltűntem. Abba hagytam a rablást, és minden kapcsolatot megszakítottam Vegasi ismerőseimmel. Az iratok szerint maga együtt volt vele? Nem emlékszem. Egyáltalán nem akarta nézni a híradót. És ez ébresztett bennem gyanút. Vagyis nézte a híreket, de amikor bementem a szobába, azonnal átkapcsolt, és én mindig azt hittem, hogy pornót néz, vagy ilyesmit. Az arcomat minden hírállomás közölte, és nem kockáztathattam meg, hogy megnéz egy műsort, és felismer. Ha tudnak róla valamit, azonnal hívják a rendőrséget. A letartóztatásért járó jutalmat ma 1000-ről 6000 dollárra emelték. Semmilyen új nyomra nem akadtunk, és ez így ment egy ideig, hetekig. És akkor új oldalról közelítettünk a dologhoz. Az Amerika legkörözöttebb bűnözői című műsorhoz fordultunk, hogy ismertessék az esetet. És amint a műsor lemegy, jönni kezdenek a hívások. 3 hónappal a szökés után egy névtelen telefonáló elárulja a rendőrbíróságnak Jody Thompson búvóhelyét. Brent, amikor megkaptam a Thompsonhoz vezető tippet, tudtam, hogy ez a hívó tudja, hogy hol van Thompson abban a pillanatban. Elmondtam neki, hogy nagyon fontos lenne a személyes találkozó. Amikor az ember kap egy jó tippet, rendkívül izgatottá válik. Ezek alatt a hónapok alatt mindig azt mondogattam, hogy csak egy áttörésre, egy jó tippre van szükségem. Amin elindulhatok, és akkor el fogom kapni. Ilyenkor az ember felismeri, hogy eljött a nagy pillanat. Erre a tippre várt. Hosszú-hosszú hónapokig. És most nem szabad hibázni.
Biztosan tudtam, hogy ez a telefonáló tudta, mit beszél, hogy Thompson tényleg ott van abban a pillanatban, azon az adott helyen. Volt egy rendőrbírói szolgálati rádióm és egy városi rendőrségi rádióm. Ezért a rablási egységek és a kommandós egységek között zajló kommunikációt minden részletében hallhattam. Egyre izgatottabbak lettünk. Biztosan tudtuk, hogy most nem fog kicsúszni a kezünkből. Tanultunk az előző alkalomból, az volt a terv, hogy lehetőség szerint abban a lakásban fogjuk el. Ha pedig nem sikerül, akkor megpróbáljuk a bekerített területen belül tartani. Aznap reggel Patricia elment vásárolni. Egyszer csak felhívott. Tessék! Elmondta, hogy három városi rendőrautó fogja körbe. Kilestem az ablakon. Nem volt más választásom, ki kellett jutnom a lakásból. Úgy viselkedtem, mint akivel minden rendben van. Aztán a ház sarkánál futni kezdtem. A rablási egység egyik nyomozója, akinek a látóterében volt, hívott rádión, hogy Thompson kijött a lakásból és elment. Úgy tűnt, mintha menekülne, mintha futna. Enyhén szólva felkavart a hír, hisz már hónapok óta dolgoztam ezen az ügyön. Nem hiszem, hogy kellemes társaság voltam abban a pillanatban. Ez a különleges képessége, amivel eltűnik előlünk, egyre jobban kezdett az idegeimre menni. Azonnal. Beugrottam egy udvarba. Még hallottam a száguldó autókat az utcán. Egy idősebb férfi jött ki a házból. Oda jött az udvar sarkához. Jól van, nem mozduljon. Senkit nem fogok bántani, oké? Leülni? Minden rendben lesz. Gyerünk, gyerünk. Tessék leülni. Üljön le azonnal. És tegye a kezét az asztalra, érthető? Üljön le! Mondtam nekik, hogy nem akarok semmit, csak egy helyet, ahol várhatok. Láttam, amint fel alá járkálnak az utcán a ház előtt. És a helikopter hangját is hallottam fentről. Fent ott van a helikopter, kint a kutyák és a kommandósok. Így már nincs túl sok választása. Ha a sarokba szorítunk egy patkányt, az küzdeni kezd? A legtöbbször igen. Tehát ezzel az eshetőséggel is számolnunk kell, hogy harcolni fog, hogy nem kapjuk el élve. Kopogtattak az ajtón. Oké, maga oda megy az ajtóhoz, azt mondja neki. Mondtam neki, hogy menjen az ajtóhoz, és mondja azt, hogy épp aludt. És azt is mondtam, hogy nem fogom bántani a feleségét, én jó ember vagyok. Nem lesz bántódása, kérem segítsen. Rendben. Kérem, ne hagyjon cserben, érti? Mondtam a nőnek, hogy feküdjön nyugodtan. Én a kamrában rejtőztem el. Tudom, hogy az egyetlen esélyem az, ha elbújok, a rendőröket pedig beengedik, akik végigjárják a házat, a lakók pedig, remélem, semmit nem mondanak nekik. Reménykedtem, nem tehettem mást. Ekkor a nő lassan felkelt az ágyból. Lefoghattam volna ajtóhoz ér, de nem tettem. Ennyi volt. Emlékszem, hogy épp a kommandósok rádióját hallgattam, amikor a pár kijött a házból. A tulajdonosok elmondták, hogy az általunk keresett személy bent van a házukban. Abban a pillanatban, amikor ezt meghallottam, tudtam, hogy vége. Csak még azt nem, hogy miként ér véget. De azt tudtam, hogy vége. Nincs esélye a menekülésre. A kommandósok markából senki sem tud kiszabadulni. Kijöttem a kamrából. A padló mászva eljutottam a konyhába, és kilestem az ablakon.
arra gondoltam, tehetek én még valamit? És tudtam, hogy nem. Bármilyen akció a halálos ítéletet jelenteni számomra, és én nem akarok meghalni. Azon a ponton az volt az egyetlen célom, hogy életben maradjak, hogy egy napon megint megszökhessek. Tudtam, hogy elég egy túlbuzgó rendőr, aki azt kiáltja, fegyvere van, és nekem végem. Ha erővel törnek rám, én halott vagyok. És ekkor Thompson megint meglepett engem. Tényleg megint meglepett. Soha rá nem jöttem volna, hogy mit csinál bent a házban. Lelki szemeimmel tisztán láttam saját golyószaggatta testemet. Láttam, amint beviharzanak a házba és lelőnek. Tudtam, hogy ha megrohamozzák a házat, akkor le fognak lőni. Szó szerint felhívta a 911-et a házi telefonon, és tartotta a vonalat, ami azt jelenti, hogy mindent, ami a házban zajlott, rögzítenek. Tehát, ha bejönnek a kommandósok, és ő azt mondja, hogy megadom magam, akkor rögzítik a szöveget, és a kommandósok tudják, hogy felveszik őket. Megmondaná, kérem a zsaruknak, hogy hason fekszem a padlón a konyhában, és a kezem a fejemen van? A konyhában hasal a földön? A nevem Jody Thompson, ők tudják, hol vagyok. Milyen címen tartózkodik? Nem tudom, de ők... Tehát hason fekszik a konyhában? Amint leteszem a telefont, lefekszem a földre a nappaliban, vagy ott, ahol akarják, vagy kimegyek az ajtón, vagy bármi mást megteszek. Értem, de nem... Uram, meg kell mutatnom egy tisztnek, hogy mi zajlik ezen a címen. Engem keresnek. Két helikopter is itt van, és minden vegasi rendőr. Milyen címről hív? Fogalmam sincs, mi a cím. És miért keresik önt, Mr. Thompson? Amerikai vagyok. Szerepeltem az Amerika legkörözöttebb bűnözőjében. Miért? Megszöktem a börtönből. Túl akarta élni az elfogását, ezért tett valamit a saját védelmében, hogy biztosítsa az életben maradását. Megtudná, már rugdossák az ajtót, és én nem akarom, hogy megöljenek. Tartsa, kérem! A földön fekszem! A földön fekszem! A földön fekszem! Ismét meglepett, hogy milyen nyugodtan végig tudta gondolni mindezt. Hogy jutott eszébe, hogy felhívja a 911-et és félretegye a telefonkagylót? Ez elképesztő. A képessége, hogy gyorsan végig gondoljon dolgokat, a hidegvére, amit mindvégig megőrzött, a képessége, hogy kigondolja a dolgokat és nyugodt maradjon. Hozzá hasonlóval még nem találkoztam, de egyedül volt sokunk ellen, és mi fogunk győzni, a nyomára fogunk bukkanni és elkapjuk, nem hagyunk fel a keresésével. A világon minden forrásunk megvan ehhez, nem futhat örökké. És ő ezt tudta. És tudta, hogy végül úgy is elkapjuk, és valóban el is kaptuk. Jody Thompson összesen 97 napot töltött szökésben. Beleszerettem Jodyba, és még mindig szeretem, mert amikor együtt voltunk, mindvégig tisztelt engem. Jody Thompson elmondta Patricia-nak, hogy szereti, ő pedig válaszolt neki, és ezért a törvényszolgának ki kellett vezetnie a tárgyalóteremből. Nem érdekel, hogy mit mondanak az újságírók, vagy bárki más. Az érzéseim nem fognak megváltozni. Mr. Thompsonnál fennáll a szökés veszélye, és veszélyt jelent társadalmunkra. Ezért óvadék ellenében sem helyezhető szabadlábra. A szomorúság, a félelem és a bezártságtól való rettegés egyfajta keverékét éreztem, de a szomorúság és a rettegés közepette megkönnyebbültem, hogy vége a megpróbáltatásaimnak. De továbbra is reménykedem. Még mindig úgy érzem, hogy meg fogok szökni. Még nem állok készen arra, hogy feladjam. Jody Thompson további 10-től 50 évig terjedő szabadságvesztését tölti a nevadai állami börtönben.
közreműködött Zöld Csaba, munkatársak Szúcs B. Alíz, Férentány Bernadett, Horváth Zoltán, Vigvári Ágnes, Derzsi Csilla, Koch Zita, Buzi Barbara. A magyar változatot a National Geographic Channel megbízásából a Masterfilm Digital készítette.